A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet olyan mértékben kíván beavatkozni a dohánytermelésbe, hogy már azt is meghatároznák, hogy mikor mehet ki a termelő a területére, mikor végezhet ott munkálatokat, vagy hogy milyen szerződést köthet. A különböző elvárásokat szinte lehetetlen teljesíteni, közölte a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke 35 perc című műsorunkban. Ezért a hazai és európai dohánytermelés fennmaradásáért, új politikai megállapodások megkötésére és erősebb érdekképviseletre van szükség. Politikai megállapodásokra van szükség alapvetően a dohány termelésének a feltételeihez, akkor, amikor Európában és talán szinte az egész világon a dohánytermelés támogatásra szorul, mert hogy a termeléshez felmerülő költségeket a felvásárlási ár maradéktalanul nem fedezi. Na most ezek a támogatási összegek országonként változnak, és hát ezért meg kell küzdenünk, különösen akkor, ha Európai Unió a korábbi évektől eltérően már ebben a költségvetési ciklusban megtagadta a dohánytermeléstől a támogatást. A dohánytermelők nemzeti kiegészítő támogatásokat még kapnak, de az Unió már semmilyen forrás nem biztosít nekik. Magyarországon jelenleg akár 1 millió forintot kaphatnak a termelők hektáronként, ez 2020-ig biztosított. A támogatás alapvető feltétele az uniós és a hazai dohánytermesztésnek is, ugyanis a felvásárlási ár a termelési költség mindössze felét tudja fedezni. A dohánytermesztés abból a szempontból is fontos, hogy a hátrányos helyzetű elmaradott térségekben a vidék eltartó képességét jelenti. Az ágazatban dolgozók száma is kiemelkedően magas. Egy hektár dohány kézi munka ereje közel 1000 órát követel. A dohányzás az Magyarországon a jelenlegi KSH adatok szerint több mint 2,5 millió ember gyakorolja. Ez tudomásul kell venni, hogy egy társadalmi igény. Ha ezt nem elégítjük ki, akkor ők meg fogják találni a módját, a fekete kereskedelemből ki fogják elégíteni ezt az igényüket. Azt gondolom, hogy ez a nem kívánatos dolog. Egyrészt azért, mert nem tudja, hogy milyen káros anyagok jutnak a szervezetébe, másrészt azért, mert nem fizetik be utána azt a jelentős jövedéki adót, amit pedig a legális forgalom után évente több mint 400 milliárd forinttal az államkasszába bevételként jelentkezik. A magyar és az uniós dohánytermék azért is jobb minőségű, mert rendkívül ellenőrzött. Ez azt jelenti, hogy a magvetéstől egészen az értékesítésig a neve, a bélyege rajta van a termelőknek. Felvásárlás előtt beltartalmi vizsgálatokat végeznek a dohányon, ez pedig az Európától délre elhelyezkedő kontinenseken kevésbé jellemző. De a gyermek vagy akár a rabszolga munka is megjelenhet más kontinensek országaiban, tette hozzá Bényei Illés, ami miatt szintén nem vásárolnak európai cigarettagyárak azoktól a termelőktől.